Látod, erről nem tudom. Az van, hogy a hang. Annyira, Jani, arra megkérhetek, hogy a villany kapcsolat. Azt mondja. Szeretettel köszöntelek titeket. Úgy alakult, hogy a szerbiai csapat még nem ért vissza. Ha egyszer megérkeznek, fognak ők is játszani. De addig beugrottunk helyettük. Úgyhogy gyertek, álljunk föl, és dicsérjük az Urat. Van egy nagyon jó üzenetem a számunkra. Készítsük a szívünket fel. Nem válasz semmi el! Nem válasz semmi el, ha elfut még nem engedsz el, mert szerelmed nem fogy el. Tudom, még létkezem, de minden nap új irdalmat adsz nekem, mert szerelmed nem fogy el. A tenger zúdul rám, nem kell többé félnem már, hiszen te úgy szeretsz engem, és szerelmed nem fogy el. Szerelmed nem fogy el,
nem fogy el. A keresztnél legyen minden, csak tiéd, Uram. Minden lépés, minden szó legyen tiszta, mint a hó, ahol járok, te legyél az Úr. Szomja szívem, te rád vár. Amin van, hozom eléd. Amin van, hozom eléd. Leteszem a keresztnél. Legyen minden, csak tiéd, Uram. Szó legyen tiszta, mint a hó, ahol járok, csak te él az Úr. Szomja szívem, te rád! Szomja szívem. Szomja szívem,
Drága mennyei Atyám, köszönöm neked azt, hogy összegyűlhetünk itt a te arcod előtt. Köszönjük, hogy levarulhatunk előtted, és köszönjük, hogy szeretsz minket. És szeretnénk ezt a mai estét a te kezedbe tenni. Tudjuk, hogy neked van egy üzenetet számunkra. Szeretnénk imádkozni azért, hogy kent fel a német Janit, ahogy tanít, Uram, és kérlek arra, hogy a Márkék vissza tudjanak érni minél hamarabb, hogy tudják közöttünk vezetni a dicsőítést, Istenem. De azt is köszönöm neked, hogy a te terveid azok fölötte vannak a mi terveinknek, Uram, és mi nem, Uram, arra akarunk fókuszálni, hogy mit hogyan tervezünk, hanem átadjuk neked a lehetőséget, hogy dolgozz közöttünk, Uram. Kellek, hogy árasz ki ezen a helyen a te szent szellemedet, Uram, cselekedj ma este. Szeretnénk, amink van, átadni neked, hogy formálhass minket. Amen. Szeretettel köszöntelek titeket. Én Dobner Illés vagyok, és nem az MC, de ma este én leszek az MC, mert a csapatnak egy része nem tudott még visszaérni. De nagyon igyekeznek, és nagyon bízunk benne, hogy valamikor a tanítás alatt megérkeznek, és aztán a Márkék tudják majd a második dicsőítő szettet levezetni. Most viszont akkor gyorsan elmondanám a hirdetni valókat. Csak elő kell hívnom, mert telefonon elküldték nekem. Szóval, szeretettel köszöntünk titeket a vasárnap estén. Reméljük, hogy nagyon jól érzitek magatokat. Általában szokott lenni fordítás, de ma este egyelőre azt hiszem, hogy nincsen. Úgyhogy, if you need translation, we normally provide translation, but unfortunately tonight the translator is not back yet. A lot of our team is on the way back from Serbia, so we won't be able to provide translation, and we apologize for that. It's a special situation, so please forgive us. Tehát ma este nem lesz fordítás, ezért elnézést kérünk, ez általában nem is szokott lenni, de ma egy különleges este van. És akkor nézzük, hogy milyen aktuális dolgok vannak a gyülekezetünk életében, amiről jó, hogyha tudtok. Az első az a 81 asztalnál, ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a gyülekezetünkön belül, ami arra hivatott, hogy lehessen ismerkedni új emberekkel. Ez egy nagy gyülekezet, nem ismerjük mindannyian egymást, és sokszor emberek kicsit magányosnak érzik magukat. Ezért találtok ki ezt a 81 asztalnál nevű kezdeményezést. Az a lényege, hogy egy ilyen közös vacsora szervezés van, ahol, ha jelentkezel, akkor 8 másik emberrel a gyülekezetből
együtt tudtok vacsorázni, és egy kicsit megismeritek egymást, nagyon jó szokott lenni, és az info és a jelentkezés erre az egészre, az a gyülekezeti honlapunkon van, tehát a Golgota Budapestnek a gyülekezeti honlapján, hogyha beütitek a Google-be, hogy Golgota Budapest, akkor ki fogja dobni a weblapot, és akkor ott meg tudjátok nézni, és tudtok jelentkezni. A második dolog, ami fontos, az az, hogy a vasárnap estének a tavaszi konferenciája közeledik, május 3-ától 5-ig lesz, és szeretnénk mindenkit nagyon nagy szeretettel meghívni erre. Április 24-én van a jelentkezési határidő, tehát közeledik, úgyhogy bátorítunk titeket, hogy minél hamarabb jelentkezzetek erre a rendezvényre. Szerintem a végén majd a pontos részleteit annak, hogy hogyan lehet jelentkezni, azt kihirdetjük, most az még nincsen előttem. Mindenesetre április 24-ig lehet jelentkezni. Igen? Köszönöm. Tehát fönt van a vasárnap este honlapján. Szóval, hogyha van kedvetek jönni a konferenciánkra, a tavaszi konferenciánkra, ami egy háromnapos hétvégi konferencia lesz május 3-tól 5-ig, akkor a vasárnap este hivatalos honlapján, ami vasárnapeste.hu, így van, ott minden információt megtaláltok. És bátorítunk titeket, hogy gyertek, nagyon-nagyon jó lesz az a téma, hogy a megelégedett élet. A harmadik hirdetnivalóm az az, hogy a Jákim Stúdiónak van egy új előadása, aminek az a címe, hogy Stand By Me, magyar, és azaz egymásra utálva, amit nem teljesen értek, mert a Stand By Me lefordítva nem az, hogy egymásra utálva, de ez a két címe van. Ez egyébként egy nagyon erőteljes darab, ami a szegénységről, illetve arról szól, hogy hát gyakorlatilag a társadalmi különbségekről, és hogy keresztény szemmel ezt hogyan kell látni, de nem csak keresztényeknek van, hanem nyugodtan lehet hozni rá nem keresztény ismerősöket is. Az alkalom után az előtérben árusítanak jegyeket, és minden információt megadnak ezzel kapcsolatban, úgyhogy ha szeretnétek elmenni és megnézni az új Jákim Stúdió darabot, akkor az alkalom után tudtok jegyeket venni, és minden információt is megtudtok az előtérben. Ezek az aktuális információk, és akkor most rá tudunk térni a tanításunkra. Tudom, hogy egy kicsit ilyen rövid volt ma a dicsőítés, de mivel ez egy ilyen alkalmi dicsőítés volt, az utolsó pillanatban rántottuk össze, ha megjönnek a márkék, akik ma estére vannak leszervezők, majd egy hosszabb dicsőítést fognak tartani az alkalom második felében. Most viszont fogadjátok szeretettel Németh Janit, akinek szerintem egy nagyon jó üzenet van számunkra, és megkért engem külön, hogy ne mondjak semmi cikit róla, úgyhogy nem mondok róla semmi cikit, nem lesz szó tetoválásokra, meg semmiről, hanem szeretettel köszöntjük. Remélem, hogy nem csak ez van a fejetekben rólam, hogy tetoválás. Jó. Ki az, akinek ez van a fejében rólam? Kettő. Jó. Azt mondja a Biblia, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat. Jó, hogy itt vagytok ma este. És örülök, hogy itt lehetek. Nagyon szeretem, amikor Isten népe összejön, és tanulmányozzuk Isten igéjét. Az fölépít minket. Az megerősít minket, az utat mutat, és Jézus azt is mondja, hogy táplál. Ilyenkor tápláljuk a belső emberünket. Amikor itt ülsz, és akarod hallani, amit Isten mond. És remélem, hogy mindannyian így jöttetek ma ide, hogy akarok találkozni Istennel. Isten, itt vannak a kérdéseim, adj válaszokat. Istenem, elfáradtam, emelj föl. Istenem, vezess. Ezért jöttünk össze ma, hogy őt imádjuk, és hogy ő pedig szolgáljon felénk, ahogy a tanítványai felé szolgált, amikor megmosta a lábaikat. Úgyhogy kérem, hogy még egyszer röviden imádkozzunk, jó? Uram, köszönjük neked azt, hogy az igéd, az élő, köszönjük azt, hogy látsz minket, hogy tudod, hogy hol vagyunk, és tudod, mire van szükségünk. Arra kérünk, Uram, hogy áld meg ezeket a testeket, hogy oda tudjuk szánni a figyelmünket rád ma este.
és köszönöm, hogy Jézus itt vagy köztünk, mert megígérted. Attól függetlenül, hogy hogy érezzük, te azt mondtad, hogy ha ketten vagy hárman összejönnek, akkor ott vagy közöttük, és jóval többen vagyunk itt a te nevedben. Köszönöm, hogy itt vagy, és imádkozunk, Istenem, hogy szólj hozzánk ma este, és kérlek tényleg, hogy áld meg a csapatot, és szeretnénk megköszönni, hogy most rövid volt a dicsőítés, és most kezdődik a Biblióra, mert lehet, hogy valakinek el kellett volna mennie, és valakinek mondani akarsz valamit, akkor szeretnénk így nézni erre, Uram. Legyen meg a te akaratod ma este, Jézus nevében. Amen. Tényleg azon gondolkoztam, hogy dicsőítettünk, hogy miért van ez így, hogy amikor én tanítok, akkor van valami. Kidurran, fölrobban, nincsen. Tehát mindig van valami. És egyszerűen már így meg se lepődtem ezen, hogy Sziszi hívott, hogy hát tudod, még itt vagyunk a határnál, és ki tudja, hogy mi lesz. És azon gondolkoztam, amikor énekeltük ezt a két dalt, hogy lehet, hogy valakinek Isten mondani akar valamit, és elment volna, hogy jó, eléneklem ezeket a dalokat, és szaladnom kell, mert munka van, vagy valami. De Isten csak átformálta már előre ezeket a dolgokat. Úgyhogy köszönjük, Uram, hogy ez most így van. Ma Nehémiás könyvét fogjuk továbbvenni, mert jó régen volt róla szó, igaz? Több téma volt, több tanító volt, de tanulmányozzuk tovább ezt a nagyszerű könyvet. Ez a könyv egy nagyszerű könyv a vezetők számára, akik vezetnek, akik szeretnének ébredést maguk körül, tehát ne kapcsolj ki, hogy én nem vagyok semmilyen vezető, csak éppen itt bejöttem ma este. Mindenkinek, aki szeretné, hogy ébredés legyen maga körül, hogyha szeretnéd, hogy egy lenyomat legyen a világban, egy jó lenyomat így Jézusról, akkor ez egy jó könyv neked. Mert megtanít minket, hogy hogyan vállaljunk szerepet, hogyan válaszoljunk, hogyan dicsérjük Istent, emeljük föl magasra Jézust egy olyan helyen, ahol senki nem keresi Istent, de mi meg szeretnénk, hogy ébredés legyen. Csak gyorsan, hogy visszatekintünk, hogy mi volt Nehémiás könyvébe eddig, jó? Csak nagyon gyorsan, hogy hol is tartunk. Láttunk egy embert, aki az első két fejezetben aki egyszerűen csak megtört a népér. Emlékeztek rá, ő sírt, amikor megtudta, hogy mi történt Jeruzsálemben, hogy a kapui elégtek, hogy a falakat lerombolták, Nehémiás sírt, így megtört a szíve ezekért az emberekért. Megtört a szíve, mert azon a helyen, ahol Jézust kellene imádni, dicsőíteni, ott nem ment a dicsőítés és az imádat. Hiába állt a templom, de kibejárkáltak a rablók, és egyszerűen az emberek rettegtek, féltek, nyomorúságban éltek ott, ezért így megtört a szíve. Isten így ráterhelte a szívére ezt. És 4 hónapig körülbelül csak imádkozott. Imádkozott, hogy Isten mutassa meg, hogy miért terhelte rá a szívére ezt az egészet, és hogy hogyan akarja véghez vinni, amit véghez akar vinni. Imádkozott, és mire végére ért ennek az időszaknak, akkor már tudta, mit kell tenni. Odaállni a király elé, és merészen kérni. És ő kért, pedig csak egy pohárnok volt. És Isten egy nagyszerű ajtót nyitott neki arra, hogy minden meglegyen ahhoz, hogy ő elutazzon Jeruzsálembe, vigyen embereket, vigyen alapanyagokat, megvoltak az engedélyek, és hogy felépítse ezt a falat. Hihetetlen. És a végén odaírja, hogy pedig én csak egy pohárnok voltam. Ez olyan jó, nem? Mert lehet, hogy te is oda tudod írni, hogy pedig én csak egy, nem tudom, egy Tesco-s dolgozó vagyok a pénztárnál, vagy én odaírom, hogy pedig én csak egy majdnem villanyszerelő vagyok. De Isten, ott van a de Isten. És ez a fontos, hogy ott van ez, hogy Isten hívta Nehémiást, és ő válaszolt. És aztán ott fejeztük be, Sziszi tanított utoljára ebből a témában, és ott fejeztük be, hogy odaérkeznek Jeruzsálembe, és felhívja az ott lakóknak a figyelmét, az ott lakó főembereknek, és az ott lakó közembereknek, és a papoknak a figyelmét, hogy na, akkor itt van Istentől ez a látás, és akkor menjünk együtt, gyertek! Isten mutatott nekem valamit. El tudod képzelni ezt a szituációt egy picit, hogy hányan álltak így, hogy aha, persze, Isten mutatott neked valamit, aha, hogy ne.
Tehát, hogy így biztos voltak ilyen emberek, ma is vannak ilyen emberek, nem? Hogy hát nem tudom, hogy ezt most követni kéne, vagy nem kéne követni, hogy tényleg Isten mutatta neki. De azt olvassuk a második rész 17. és 18. versében, még ne lapozzatok, vagy nem muszáj oda lapozni, hogy ők együtt, egy akarattal, akkor azt mondták, hogy mi odaszánjuk magunkat erre a munkára, amit Isten neked mutatott. És egységben dolgoztak. Erről szólt az utolsó óra, hogy akkor menjünk együtt, hogy ahhoz, hogy ebbe a városba, itt Budapesten, ugye az a vágyunk, hogy Jézus dicsőítsék az emberek, egyre több ember Jézus dicsőítse, akkor nekünk, mint Golgota gyülekezetnek, Isten adott egy utat, hogy mi erre megyünk, mi így csinálunk dolgokat, akkor egységben kell mozdulnunk, egységbe menni. És ha végignézed a Bibliát, akkor azt találod, megint csak azok számára mondom, akik jegyzetelnek. Kik azok, akik jegyzetelnek, akik szoktak? Yes! Gyerünk! Mindenkit bátorítanák, hogy jegyzeteljen. Tudod, miért jó? Mert nem alszol el. Tehát ennyi. Tehát én sem szoktam mindig utána használni ezt, de jó, mert leírom, mert oda kell figyelni. Tehát ennyi. Hogy jegyzeteljetek. Na mindegy, Józsué könyvében azt látod, nagyon szép kép van, amikor ők mennek át a Jordánon, és azt mondja nekik Isten, hogy amikor a papok lábai a vizet érintik, mindegyik papnak a lába, akkor ketté választja a Jordánt. És nagyon tetszik nekem az a momentum, az a pillanatot, hogy akkor választódott ketté, akkor kezdődött meg igazán az átvonulás, amikor a papoknak az összes papnak az összes lába. Tehát ez akkor talán 8. 2, 4, 6, 8. Talán 8, ha 4-en vitték. Akkor, amikor mindenkinek benne volt a lába a vízbe, akkor milyen érdekes mondani valója van ennek, főleg, hogyha azt nézed, hogy Jézus mielőtt a keresztre ment, az előző éjszaka, ő el akarta mondani a fontos dolgokat a tanítványainak. És hogyan imádkozott értük? Miért imádkozott Jézus? Na, akkor most kis interaktív. Miért imádkozott Jézus? Nem éri most kattintani, meg megnézni. Egyébként János 17. Miért imádkozott Jézus? Ki tudja? Ó, azt a mindenit, és? Bem-bem! Nem azért imádkozott, hogy nyelveken szóljanak, nem azért imádkozott, hogy profétáljanak, nem azért imádkozott, hogy gyógyítsanak, hanem azért imádkozott, azt mondja ott, hogy Uram, add, hogy egyek legyenek, mint ahogy te meg én egyek vagyunk. Ez szerintem nagyon fontos dolog. Csatlakozz a látáshoz. Tudod, a mi szívünk az, hogy ebbe a városba Jézus dicsőítsék egyre többen. És én úgy gondolom, hogy a tiétek is ez. Akkor muszáj észrevennünk a Bibliában azt, hogy Isten várja, hogy egységben legyünk. És vajon ez az egység, ez azt jelenti, hogy mindig mindenbe egyet fogunk érteni? Lehet, hogy meglepődnél, hogyha most megkérdezném, hogy ki az, aki nem ért egyet velem. Nem kell fölrakni a kezed. De hogy hányan raknák föl a kezüket? Nem azt jelenti, hogy egyet értünk valamiben. Jézus úgy imádkozott, hogy egységben legyenek, mint te meg én. Akkor az atyához imádkozott, és bármilyen érdekes is, Jézus alárendelte magát az atya akaratának. Így van? Így van? Így van? A kertben, a Gecsemáné kertben így imádkozik, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a poharat, én nem akarom ezt. Vedd el tőlem ezt a poharat, ha lehet. De azt szeretném, hogy a te akaratod legyen meg. Jézus alárendelte magát, pedig a teste az nem akarta. Tehát akkor az egységben ott kell, hogy legyen az alárendelés. Hogy van vezetés, és van alárendelés. Hogy alá kell rendelnem magam annak, amit Isten a vezetőimnek mondjuk mutat. Mert azt olvasod a 133. Zsoltárban, hogy milyen szépséges, gyönyörűséges, ahol egységben vagy együtt lakoznak az atyafiak, mert oda küld csak áldást az Úr. Ezt én nem szeretem hallani.
mert ellenem, a természetem ellen van ez az egység dolog, meg hogy alárendeljem magam. De úgy néz ki, hogy Istennek a vágya az, hogy mi egységben mozduljunk. Ő is szeretné, hogy a gyülekezetünk használva legyen, hogy az emberek Jézus dicsőítsék, de akkor az első leckénk, egy kicsit visszatekintve a múltkori órára, hogy egy akarattal odaszánjuk magunkat abban a látásban, amit Isten a vezetőinknek mond. Ha vágysz az ébredésre, ha vágysz arra, hogy körülötted az emberek így Isten dicsőítsék, hogy a városunkban Jézus magasra legyen emelve, ne elnyomva legyen, hanem egyre inkább hallják az ő hangját. Ha vágysz erre a jó munkára, amit ezek az emberek elkezdtek itt a falnak az építésére, akkor egységben kell dolgoznunk. És majd meg fogod látni, hogy miért mondom ezt. A sátán jönni fog, és megpróbálja szétverni ezt az egységet. Tudja, hogy ez mennyire fontos. És egyenként jön, és megpróbál megoszlást hozni közénk. Azokon a területeken, amin tudja, hogy ő tud jönni, és megoszlást hozni közöttünk. Tudod, azt fogja mondani, hogy ne rendeld alá magad. Te egy egyéniség vagy. Miért hagyod magad? Vagy folyton elégedetlenkedjél már. Túl hangos, túl alacsony, túl magas, túl drága, túl keserű, túl... Ez néha észreveszem magamon, hogy semmi nem jó. Tehát, hogy bementem múltkor az irodába, és nem igaz, Windows, ez az. Tehát, hogy folyamatosan a sátán jön, és próbál ilyen széthúzást. Ez így nem jó, az úgy nem jó. De megoldást igazán nem találok a problémára, csak hozza ezeket a gondolatokat, hogy ne legyen egység. De az ige arra kér minket, hogy törekedjünk az egységre. Törekedjünk az egységre, és keressük az alkalmat, amikor megbékélés van. Hozzunk megbékélést. És ehhez néha meg kell tagadnod magadat, és fölvenned a keresztedet. Ugye Jézus mondja, tagadd meg magad, vedd föl a keresztedet, és kövess. Néha ez van. Ma látni fogjuk, hogy a sátán mi mindent elkövet még azért, hogy lerombolja ezt a jó munkát benned, meg amit te kezeddel végzel ebbe a városba, a szavaiddal végzel, hogy lássák Jézust. De látni fogjuk azokat a dolgokat is, hogy vannak gyakorlatok, vannak alapelvek, amiket Isten megmutat nekünk itt, amikre oda kell figyelnünk, és akkor egy jó munka lesz, egy hasznos munka lesz, és mi hasznos munkatársak leszünk az ő kezében. És ami egy fontos kulcs, az a második résznek a 20. verse, ami arról beszél, hogy Istenünk az, aki velünk van. Istenünk az, aki építi a falat. Isten. Ezt soha nem szabad elfelejteni. A harmadik részben, és akkor itt fogjuk elkezdeni, még csak most kezdődik a Biblia óra. Tadám, jó, nem? Harmadik részben, hogyha most már oda lehet lapozni, kattintani, bármilyen alkalmazás, bármit. Tehát legyetek ott, jó? Rendben. A harmadik részben látod gyakorlatilag az akkori jeruzsálemi telefonkönyvet. Tehát így, ha végigfutod majd otthon, mindenki, címek, minden ott van, és azt látod ebben a részben, hogy leírja a Nehémiás, hogy mindenki egységben dolgozott. Kicsitől a nagyig, lánytól a fiúig, mindenki dolgozik. Nincs olyan, aki csak dirigál. Mindenki melózik, hogy épüljön a fal, hogy meglegyen, hogy újra helyreállhasson Isten imádata. És ne felejtsétek el, ahogy megyünk át ezeken a részeken, hogy mit szeretne Isten tőlünk azért, hogy a városunkban Jézust imádják. Ez a kérdés végig, jó? Oké? Okay? Mit szeretne Isten tőled, meg tőlem, hogy a városunkban Jézust imádják? Hogy működjön a gyülekezet? Igazán azt is mondhatnánk egy jó címnek.
Nézzük meg, hogy kivel kezdődött. Tehát akkor a harmadik rész első verse. És fölkelt Éliásib, a főpap, és atyafiai, a papok, és építették a juhok kapuját, ők szentelték meg azt, és állították fel annak ajtajait. Építették pedig a kőfalat, a Méá toronyig, melyet megszenteltek, s azután Hanánel tornyáig. Akkor mi az, ami itt érdekes? Hogy a főpap jön, a főpap és bepiszkolja a kezét. A főpap, a lelki, akire az volt bízva, hogy a lelki dolgokat tegye, az áldozatokat ugye vigye, ő jön és melózik keményen. Azt is mondhatnánk, hogy itt látod, hogy kezdődik a munka, úgy, hogy a vezetőség dolgozik. Aki vezető, álljon oda és legyen példa. És mondja is a Biblia, hogy ha a vezetők vezetnek, akkor áldani fogják Istent, akkor áldani fogják az Urat. És el kell, hogy mondjam itt, hogy a lelki vezetőknek példát kell mutatnia. Példát kell mutatnia az emberek előtt, a gyülekezetben. Ha pásztor vagy, ha dicsőítésvezető vagy, ha akármilyen terület rád van bízva, hogy vezess, akkor példának kell lenned, és nem csak a lelki dolgokban, hanem abban, hogy oda is kell állni, amikor dolgozni kell, amikor hordani kell, amikor vezetni kell, amikor vinni kell dolgokat. Sokszor Isten hoz ilyen szükségeket. Előjárni az kemény munka. De Isten várja tőlünk. Ha a pásztor nem pásztorol, akkor elszéled a nyáj. És ez nem csak a pásztorra vonatkozik, hanem mindenféle szolgálatra. Ha nincs vezetés, akkor el fog menni a nyáj. Azt mondja, Krónikák első könyve, 29. vers, és az első három verset olvasom föl. Azután mondta Dávid király az egész gyülekezetnek, íme látjátok, hogy egyedül az én fiamat Salamont választotta Isten, aki még gyermek és gyenge. A munka pedig nagy, mert nem emberé lesz ez a ház, hanem az Úristené. Én pedig teljes tehetségem szerint az én Istenem háza számára bőségesen szereztem aranyat, az aranyszerszámokra, ezüstöt az ezüstszerszámokra, rezet a rézre, vasat a vasra, fákat a fákra, ónix követ, a foglalnivaló köveket, vörös köveket, külön-külön színű köveket, mindenféle drága köveket, márványköveket is bőséggel. Ezen fölül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, ami kincsem, aranyam és ezüstöm van, odaadom az én Istenem házának szükségére. Azok mellett, amelyeket szereztem a Szent Ház számára. Milyen jó kép ez Dávidról, milyen jó vezető Dávid, nem? Hogy Isten elhívott engem erre, hogy fel legyen építve az ő háza. Nekem nagy kedvem van ezt tenni, ez a vágyam, hogy ezt tegyem, hogy Isten háza épülése haladjon előre, mert a fiam még gyerek. Mindent megszereztem hozzá, sőt, nem sajnálom a saját dolgaimat is, mert látom, hogy Isten háza épül ebben. Szerintem ez egy csodavezető. Egy jó vezető, akit ha látod, hogy ő hogy adja oda az életét, mindenét, akkor akarod követni. Szerintem fontos vezetőként így ezen elgondolkoznunk, hogy én vajon ilyen példa vagyok? Én vajon odaadom mindenemet, mert Isten arra hívott, hogy Jézus házát építsem? Ha te itt vezető vagy, akkor tedd fel ezt a kérdést magadnak. És még, akkor lépjünk vissza, hogy ez jobban érthető legyen, mert talán nem mindannyian vagyunk vezetők, de mindannyian fel vagyunk arra hívva, fel vagyunk arra kenve, hogy Isten papjai legyünk, igaz? Választott nemzetség, azt mondja Péter, királyi papság vagytok, hogy képviseljük Istent az emberek előtt, és az embereket Isten előtt. Ebben a jó munkában, ebben az ébredésben, amire így vágyunk, járj elő példával, akár merre is jársz. Lehet, hogy a munkahelyeden, lehet, hogy az iskolában, a gyülekezetben járj elő jó példával, hogyha ébredést szeretnél. Nem a hókusz-pókuszra van szükség, emberek, hanem kezd el onnan, hogy mondjuk jó példa vagy. Jó példa vagyok én.
Én adom magamat erre, hogy épüljön ez a gyülekezet. Mi az, amit én adhatok ehhez? És ezt majd az utolsó részben bővebben látni fogjuk. De tudod mit? Azért is fontos ez, mert a rossz példa az még ragadósabb, én azt találtam. A jó példát nagyon nehéz ráragasztani valakire. Tényleg, működik, de nagyon nehéz. Így van? Tehát a gyerekeid, ki az, akinek vannak itt gyerekei? Kezed föl, nem sokan. Jó, ha lesznek, akkor most elmondom nektek, hogy a rossz példa az azonnal megtanulandó. Tehát csak mondok egy kicsit béna példát, jó? Ez nemrég történt. Tehát az, hogy hangosan büfizzél az asztalnál, az azonnal megtanulandó. Tehát a kislányom azonnal vágta ezt a témát, amikor a fiam csinálta. Az, hogy utána ne csináld, az milyen hosszú elmondani újra, meg újra, meg újra, meg újra. Csak ebből is látod azt, hogy milyen nehéz a jó példát valakinek átadni. A rossz példa ragadós. Csak emlékezzetek rá, Józsué, amikor átmentek, hogy kikémleljék a földet, ugye 10 kém ment át, Isten átküldte őket, hogy ezt a földet fogom nektek adni. Megtalálod ezt Józsué könyvében, Mózes könyveiben ezt a történetet. Visszajöttek, ketten azt mondták, hogy oda át kell mennünk. Igen, óriások vannak, de ez a hely, és Istenünk a kezünkbe adja ezt. 8 meg azt mondták, hogy hát ez kész. És mi az, ami megmaradt az emberekbe? A félelem. A félelem. Azért fontos ez számunkra, mert a rossz példa az sokkal ragadósabb. Amikor nem dolgozol, amikor nem szánod oda magad, amikor lusta vagy, és a magamról is beszélek, hogy csak mondod, hogy igen, jó lenne, hogyha épülne ez a ház, jó lenne, hogyha növekedne a gyülekezet, jó lenne, de hát... Tudod, ez, és mondom, úgy beszélek nektek, mint aki már ezt csinálta, tehát nagyon jó gyakorlatom van ebben. És ez olyan ragadós, mert azonnal fogsz találni embereket, akik azt mondják, hogy igen, tényleg, milyen igazad van, jó lenne. Majdnem kész volt. Tehát ez egy ilyen jó szó, majdnem. De Isten várja, hogy menjünk, hogy járjunk elő jó példával. Igazán... Képzeljétek el, hogy nem fogunk megnézni többet ebből a részből. De van itt még néhány dolog a harmadik részben, amit azért mondanám, hogy nézzetek meg majd otthon, hogy, mert itt végig csak a munkásokat sorolja név szerint, meg a gyerekeiket név szerint, és hogy ki hol dolgozott. Pontosan leírva, melyik kapunál, ki, mit csinált, melyik zárat rakta föl, melyik kaput újította föl, minden végig le van írva. Azt látod, hogy mindenki a saját háza előtt javítgatott, azt látod, hogy a vezetők sokkal többet csináltak, mint általában az emberek, és azt szerintem ez egy jó felhívás a számunkra. Jézus azt mondja, hogy több kell, hogy legyen a ti igazságotok az írástudók igazságánál. Hogy többet kell csinálnunk, hogy az ragyogjon. És a kérdés fölmerül, hogy oké, együtt dolgozunk, egységben dolgozunk, Isten szeretné tőlünk, de hol kezdjük? Nagyon jó, ott a válasz. A saját házadnál kezdjed. Ott a saját, az anyukád, az apukád, a testvéred. Ez a hely, ahol neked el kell kezdened a falat építeni. Ahol el kell kezdened építeni Isten házát, hogy aztán Jézus dicsérjék. Ez a legnehezebb szerintem. De valahogy ezt látom itt. Ott kezd el. Csak képzeld el, hogy amikor a tanítványokat itt hagyta Jézus, elragadtatott a mennybe, ő nekik hol kellett először bizonyságot tenni? Ott, ahol megtagadták Jézust. Jeruzsálemben. Nehéz dolog volt. De valahogy Isten várja ezt az első lépést. Mert hidd el nekem, hogy ott, ahol a legnagyobb balhét csináltad, ott tudsz lenni a legjobb bizonyság arról, hogy megváltozott az életed. Mindenki a saját háza előtt javítgatott. És még valami érdekeset látunk egyébként a harmadik részben, ha majd otthon elolvassátok. Hogyha az egész részt nézed,
nagyon szembetűnő egy valami, hogy Nehémiás pontosan tudta a neveket, pontosan tudta, hogy ki mit csinált. Nincs odaírva, hogy azt hiszem ő azt csinálta, de lehet, hogy valami más csinált. Mindegy, valahol ott a déli részen ők azt csinálták. Pontosan, olvassátok majd végig, megéri. Ki, mit, hogyan, nevek, pontosan végig. És én ezen gondolkoztam, hogy honnan a túróból tudta, vagy miért volt ez neki annyira fontos, hogy ezt, és hogy ez így benne legyen a Bibliánkba. És én arra jutottam, hogy biztos lehetsz benne, hogy ennek az embernek az élete volt az ima, nem? Nehémiás egy borkóstoló volt, igaz? És ha emlékeztek rá az első órán, vagy a másodikon talán beszéltem már erről, hogy ha te borkóstoló vagy, és minden nap odaraknak eléd egy poharat, amiben lehet, hogy méreg van, akkor te elég sokat imádkozol, nem? Nem így van? Akkor már érthető, hogy miért volt az, hogy Nehémiás, amikor megtudta ezeket a híreket, és Isten ráterhelte a szívére azt, hogy valamit kéne tenni, akkor 4 hónapig csak imádkozott. Mert ő neki az élete az volt, hogy imádkozott. Érted? Akkor naponta hányszor imádkozott? Uram, most ne legyen benne méreg. Vagy ha benne van, akkor változtasd át. Ő imádkozott, ő az ima embere volt. Én biztos vagyok benne, hogy ez a fickó Nehémiás nem csak, hogy fogta ezt a listát azért, mert a szakszervezetnek le kellett adni a listát, hogy ki mit csinál, meg hogyan. Én azt gondolom, hogy Nehémiás folyamatosan imádkozott ezekért az emberekért, és minden egyes munka folyamatért. Minden nap csak ment át, és elővette, és azért, hogy tudta pontosan, hogy ki mit csinált, és hol, és hogyan, mert egyszerűen ott volt a szívébe, imádkozott ezekért az emberekért. Vágysz ébredésre? Szeretnéd, hogy Isten városa, Isten országa épüljön itt Budapesten, legyen egy hely, ahol egyre többen Jézust imádják? Ahol nem kihűlnek az emberek, hanem egyszerűen lángra kapnak, szeretnéd? Hogy Jézus legyen a legfontosabb? Akkor itt a következő. Kik vannak rád bízva? Kik vannak ott körülötted az életedbe, akik rád, úgymond rád vannak bízva, akikért oda lettél helyezve? Tudod, és itt nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, de tényleg munkatársak, barátok, világiak, akik még nem tértek meg. Kik vannak rád bízva? Főnököd, munkatársad, érted, hogy gondoltál már rájuk úgy, hogy ők rád vannak bízva? Hogy rám vannak bízva? És csak kérdezd meg magadtól, hogy tudod egyáltalán, hogy mit csinálnak? Én emlékszem rá, hogy így dolgoztam egy gyárba, aminek most nem mondom ki a nevét. Mindenki tudja, ugye? De annyi embert... Suzuki. Csak hogy ne gondolk, hogy tovább gördülünk ezen. De emlékszem rá, hogy volt egy fickó, 4 évig együtt dolgoztunk, tehát úgy, hogy így egymás mellett. Volt, hogy egy ideig a főnökön volt, aztán én is főnök lettem akkor. Egyszerűen együtt dolgoztunk, és arra jöttem rá, hogy nem tudok róla semmit. Azt sem tudom, mit csinál, és kiderült, hogy Jehova tanulja. Pedig egy jó alap lett volna, hogy beszélgetek vele Jézusról. Érted, hogy de ki van rád bízva? Gondolkozz, ki az, aki ott körülötted, vagy tudod egyáltalán, hogy ő mit csinál? Hogy miért csinálja? Vagy csak azt mondod, hogy már megint idegesít, mert nem bírja elmosni a darab kanalat, mindig csak oda dobja, és hogy megkérdezted már tőle, hogy miért dobja oda? Érted, hogy így valami baj van, hogy nem tudsz elmosogatni? Vagy érted, hogy... De értitek, ugye nem csak röhögtök rajta, értitek, hogy miről beszélek, hogy így... Csinálj listát. Készíts egy listát. Tudom, hogy béna,
de nem béna. Készíts egy listát. Ki és mit csinál, mi van vele? És ha nem tudom, hogy mi van vele, akkor megkérdezem, hogy mi van vele. Mert lehet, hogy ott dolgozom már, vagy ott van melletted már évek óta, de tudnál, lehet, hogy tudnál neki segíteni. Csak nem tudod, hogy mi van vele. Szerintem ez egy jó példa. Nem csak a vezetőknek, a gyülekezetben, a vezető vagy, ismerjed azokat, akik veled dolgoznak, imádkozz értük minden nap, vigyed az Úr elé őket, mert az a te felelősséged. Hanem mindannyiunknak. Vedd őket elő, és csak imádkozz értük. Imádkozz, hordozd őket, hogy Isten végezze a munkát az életükbe. Így épül a fal. Nehémiással így kezdődött, igaz? Ő volt a vezető. Akkor ő ezt csinálta, itt a lista. Én ezt tudom, én ismerem. És el tudom képzelni, hogy ő ment végig, és na, hogy megy, mi van? Segíthetek itt valamit? Mert ő azt is írja, hogy ő maga is dolgozott a falon. Tudod, hogy ez egy jó szív. Szerintem ez egy kemény munka. Kemény munka, lemondásokkal jár, fölkelni korábban, imádkozni, fájdalom, nehézségek, kimerültség, tehát ezek mind benne vannak. Egyik se jelenti azt, hogy ez nem Istentől van, tudod, hogy álmos vagyok, jó van, akkor ez nem az Úrtól van. Ez béna kifogás. Ez jön, a munka az kemény, és ez a könyv azért nagyon szeretem, mert ez megmutatja nekünk, hogy Isten országának az építése az kemény munka, és az engem megnyugtat, hogy akkor nem velem van a baj. Akkor nem baj, hogyha néha fáj, akkor nem baj, ha néha nehéz, akkor nem baj, ha nem baj, mert az Isten országa és az építés az kemény meló, és Isten megáldja a melósokat, akik odaszánják magukat. Nem szabad elveszítened ezt a célt, hogy miért csinálod. Mert az az, ami tovább visz. Hogy Isten országa épüljön, hogy Jézust szeressék az emberek. És ez egy jó cél. Ez egy jó cél. Tehát akkor papok dolgoznak, mindenki a saját háza előtt épül a fal. És tudod, ez meg lesz támadva. Ez brutálisan meg lesz támadva. Ne gondold azt, hogy amikor te odaszállod magad a jó munkára, amikor te azt mondod, hogy elég volt a testből, és én lelki dolgokat akarok csinálni, és abba akarom hagyni a bűnt, és akarom járni ezt a szent életet, akkor az meg lesz támadva. Ugyanezt látjuk ebbe a könyvbe is. És Isten itt a következő két részben leír nekünk pár taktikát a sátánról, az ő taktikáit, hogy lássuk, hogy ő hogyan munkálkodik, és ahogy Jézus mondaná, hogy meg ne botránkozzunk. Ő elmondott dolgokat a tanítványainak előre, hogy amikor megtörténnek ezek a dolgok, hogy amikor üldöznek benneteket, akkor ne botránkozzatok meg, akkor ne essetek el, akkor ne adjátok föl, hanem tudjátok előre, hogy én ezt megmondtam, ez meg lesz. Akkor tudjátok, hogy jó helyen vagytok, semmi baj, menjetek tovább. Tartsatok ki. És én ezt látom itt. Nehémiás könyvében Isten megmutat nekünk dolgokat a sátán taktikáiból, hogy ne lepődjünk meg rajta. És hogy helyesen válaszoljunk. Tudod, ha te tovább akarsz mozdulni, akkor az meg lesz támadva. Ez biztos. De borzasztó módon. Tehát egy gátlástalan a sátán. Ordító oroszlán. Egészségügyileg, mindenhogy. Tehát hihetetlen, hogy ő mit meg nem tesz azért, hogy ne épüljön Isten országa. És szerintem ezt ti is látjátok, az arcotokon látom. Hogy értjük. Tudjuk, miről van szó, miről beszélsz. Az első taktika, amit látunk, az az, hogy megpróbál minket elbátortalanítani, hogy ne is kezdj bele abba, hogy helyreállítsd a dolgokat az életedbe. Tudod, lehet, hogy romokban áll az egész életed, mert mindent rosszul csináltál. Akkor számíts rá, hogy az első dolga ez lesz. Nem fog menni. Már annyiszor próbáltad. Úgyse fog sikerülni. Nyugodj bele ebbe, te egy lúzer vagy. Igaz? Én hallottam már ezeket a hangokat. Vagy lehet, hogy úgy vagy, hogy a házasságod romokba. Mit fog mondani? El kell válnod, ez már nem fog menni. Nem fog sikerülni. Bele se kezdjél.
Hát nézz körül a világba. Jobb egyedül. Ah, rossz kimondani. Vagy drogok, függőségek. Neki se állj, ez nem fog menni. Hát, már annyiszor próbáltad. Igaz, hogy a sátánnak ez az első, amikor így van egy ilyen jó indulatod, hogy jó, akkor holnap fölkelek és imádkozom. Nem fog menni. Te eddig mindig 9-ig aludtál. Hogyan kelnél föl? Igaz, hogy nem, hogy járni fogok Biblia órára. Nem fog menni. Igaz, hogy ez az első, nem? Azért nevettek, mert tudom, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Ugyanezt csinálja itt is. Nehémiás 4:1-2. És mikor meghallotta Szamballat, az egyik rossz fiú, hogy mi építjük a kőfalat, haragra gerjedt, és felette igen bosszankodott, és gúnyolta a zsidókat. És szólt az ő atyafiai és a szamáriai sereg előtt, és ezt mondta: mit művelnek a nyomorult zsidók? Vajon megengedte ezt nekik? Megengedik-e ezt nekik? Talán áldozni fognak? Hát bevégzik ma, avagy megelevenítik a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek? Tudod, csak kiáll és kiabál. Tudod, el tudom képzelni, hogy mi ez a nyomorult zsidók? Mit akartok? Hát nézzétek már meg, hát ez hamu. Hát majd megelevenedik. Hát mit képzeltek ti? Nem néha ugyanezt mondja? Nézd már magadra. Hogy nézel ki? Ki vagy te? Gondolod, hogy majd megelevenedik? Hát már évek óta nem működik. Hát szállj már le a földre, igaz? Annyira gátlástalan. Tudod, hogy el akarja mondani neked, hogy ez az egész, ez egy vicc. Sőt, hogy te is egy vicc vagy. Sőt, a hited egy vicc. Hogy ez nem fog menni, ez az egész. Persze, majd áldoznak az Istennek. Ha. Ki engedte ezt meg nekik? Mit képzelnek ezek magukról? Tudod, és ezek a szavak. Ma be akarják fejezni. Érted, hogy a sátán az mindig ebben fogja kezdeni, ebben fogsz találkozni. De Isten életre tudja kelteni a köveket, ha akarja. És ez benne van a Bibliában? Képzeljétek el, hogy benne. Jézus mondta. Azt mondta, hogy azt mondjátok, hogy mi maradjunk csöndbe? Hát akkor majd a kövek fognak kiáltani. Tadám! Isten ilyen, ha kell, a köveket föléleszti. A sátán jön és azt mondja, hogy nem fog menni. Akkor mondd meg neki, léci, hogy Isten olyan, hogy a köveket is föl tudja éleszteni. Az az én Istenem, aki velem van, aki velem építi ezt a várost. Ez annyira jó, nem? Hoppá. Aztán, harmadik versben megint látjuk. Az ammonita Tóbiás pedig mellette állva mondta, bármit építsenek, ha egy róka lép fel rá, összezúzza köveiknek falát. Tovább megy a gúnyolódás, ugye? Itt jön egy kis nyamvadék róka, azt le fog dőlni az egész. Tehát ne is kezdjél bele. Majd megint jön egy erős kísértés, és vége lesz. Na, akkor megint el akarsz esni? Ugye, sátán ilyen? És olyan sokan bedőlnek neki. Jó, hát akkor bele se kezdek. Maradok, nekem jó ez így. Ne állj meg ott! Ha az a vágyad, hogy épüljön Isten országa, és Jézus föl legyen emelve, ne állj meg itt. Amikor azt mondja, hogy hát ez béna lesz ez az egész. Ez nem fog menni. Hát hol vagy te a Phil Metzgerhez képest? Nem? Nekem szokott ilyeneket mondani. Ki vagy te hoz? Hogy mit képzel? Persze, majd te, majd hogy ne. Tudod, és hasonlítgatjuk magunkat, hogy akkor inkább hagyjuk. De ne hasonlítgass magad senkihez, semmihez. Te egy fontos része vagy ennek a gyülekezetnek, és te vagy az egyik kő, ami él. És tudod, az nagyon tetszik nekem, hogy Nehémiás nem állt le veszekedni velük. Nem áll ki oda, és mondja azt, hogy ez nem igaz, mert én Istentől, ha tudod, nem állt le, hanem ezt találodott. 4-től a 6. versig olvassuk. Halld meg, ó, mi Istenünk. Akkor nem is nekik kiabál vissza, hanem Istennek kiált ebben a helyzetben.
hogy csúffá lettünk. Fordítsad gyalázásukat az ő fejükre, és add őket prédára a rabságnak földjén. Ne fedezd el az ő hamisságukat, és az ő bűnük a te orcád elől ne töröltessen, mert téged bosszantanak. Ez építők előtt. És építettük a falat annyira, hogy elkészült az egész fal félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Ha! Nagyon jó dolog, hogy ő imádkozik. Amikor őt szídják, és jönnek, és próbálnak megfélemlíteni, akkor ő azt mondja, hogy Isten, van egy problémád. Ezek téged szídnak. Tudod, amikor Isten népét szídják, akkor Istent szídják, tudod? És jaj annak, aki Isten népét szídja, nem? Jézus mennyasszonyára mondtál csúnyát? Vigyázz! Nem így van? Csak ott az egy fontos pont, hogy amikor bántanak, amikor ez van, hova viszed? Akkor menjünk Istenhez. Uram, van egy problémád. Én engem úgy érzem, hogy kezdenek elbátortalanítani. Itt vagyok, Uram. És tudod, mit csinálnak tovább? Nagyon tetszik nekem, hogy fölálltunk, és építettük tovább. Kész. Tudod mit? Csak a mai világban annyi, és ezt muszáj megemlítenem, annyi béna ilyen posztolás van a Facebookon, meg egymást bántják az emberek. Muszáj megemlítenem, mert élen járunk, hogy megbántsuk egymást a Facebookon. Mert ott olyan könnyű beszólni valakinek, meg olyan kemény keresztények vannak a Facebookon, hogy megőrülök. Tehát, de ha szemtől szembe kéne, akkor anonimus vagyok. De tudod mit? Csak rázd le. És nagyon tetszik ez nekem, hogy csak mentünk tovább. Építettünk tovább. Ez csak kiabálás. Ez semmi. Nem figyeltek rájuk. Mentek és tették tovább a dolgukat. Isten szeretné, hogy kérjünk. És Jakab azt mondja, hogy nincs nektek, mert nem kéritek. Ha nem kérünk, akkor nem lesz. Imádkozzunk. Uram, van egy problémád. Meg kéne ezt oldanod, mert én nem tudom. Imádkozunk. Nehémiás megtanulta, hogy mi a válasz, amikor rágalmaznak. És ha te itt vagy, és szeretnél egy ébredést, akkor téged rágalmazni fognak. Mindenféle módon. Megbántanak, beszólnak a kereszténységedért, vagy testi keresztények, testies keresztények, akik túl sokat engedtek be a testükből, akkor jönnek és beszólnak neked, és próbálnak félrevezetni. Nagyon sajnálom, hogy ilyen létezik, de van. De ne állj le vitatkozni a sátánnal, az soha nem hozott eddig gyümölcsöt. Csak vidd oda Isten elé, imádkozz. Aztán a következő versekben látjuk a következő taktikát, hogy ő meg akar ijeszteni, hogy rád akar ijeszteni, hogy ijedj meg, hogy vonulj vissza. Negyedik rész, 8. verse. És összeesküdtek mindnyájan egyenlő akarattal, hogy eljönnek Jeruzsálemet megostromolni, és a népet megrémíteni. Akkor mi az, amit következőképp láttunk? Hogy valahogy ők ilyen látványosan esküdtek össze. Tehát nem tudom, hogy ment ez. Hogy lehet, hogy össze se esküdtek, csak elküldtek ilyen hírvivőket, hogy mondjátok el, hogy mi már összeesküvést szervezünk, hogy majd oda megyünk, és jól lerohanunk benneteket. Mert azt látod egyébként ebben a részben, hogy nem történik meg. Semmiféle lerohanás nem történik meg. Csak az összeesküvés. A mi harcunk fegyverei, azok lelkiek. Azok lelki fegyverek. Testi fegyverekkel soha nem fogsz megnyerni egy lelki harcot. Ezt hidd el nekem. Kiabálással, haraggal, irítséggel, keserűséggel soha nem fogsz. Ököllel soha nem fogsz megnyerni egy lelki harcot. Nem fog sikerülni. Sőt, még jobban fogod a bizonyságodat rombolni. Ők imádkoznak tovább, azt olvassuk.
de itt már őröket is állítanak. Van egy másik lépés. És föltehetnéd a kérdést, én föltettem, lehet, hogy te nem tennéd, hogy nem volt elég hitük? Nem volt elég hitük arra, hogy Isten majd megvédi őket? Hogy miért kellett őröket állítani? Pedig csak hit kellett volna a szívükbe, és akkor még őrök se kellettek volna. Én azt hiszem, hogy ez itt butaság így gondolkozni. Mert csak föltenném a kérdést, hogy Isten nyert csatákat egyetlen kardcsapás nélkül? Interaktív, most lehet mondani. Nyert csatákat egyetlen kardcsapás nélkül? Igen, ne féljetek, ez a válasz tényleg, én rendben van. Tehát nem beugratós kérdés volt, hogy de nem is. Igen, tehát volt olyan, hogy mire oda mentek, mindenki halott volt. Semmi nem, csak énekeltek, mindenki halott volt. Akkor a következő kérdésem. Mi volt a több? A csatás, vagy a nem csatás? A csatás. Amikor ki kellett menni, olyanokat olvasol, hogy megállt egy holt földön, és addig vágta az ellenséget, amíg a kezéhez ragadt a kard a vértől. Érted, hogy több, igen, látni az igében, hogy több helyen Isten valamiért megengedte, hogy harc legyen. Hogy ott legyen az ember, és harcoljon, és meglássa a győzelmet, és megtapasztalja Istennek a dicsőségét így, hogy harcolt. Tehát ők az ige emberei itt. Oké, jönnek ezek itt, fenyegetnek, akkor imádkozunk, igen, de nem maradunk itt, hogy imádkozunk, hanem megtesszük, amit meg lehet. Nem kísértjük Istent avval, hogy hú, mi annyira lelkiek vagyunk, mi csak imádkozunk. Nem, mi odaállítjuk az őröket is erre a helyre. Mert nem tudhatod, hogy mi jön. Ők se tudhatták, hogy mi jön. Ők hittek abba szerintem, hogy Isten, ha akarja, akkor egy karcsapás nélkül megteszi, de légy résen, hogy tegyél meg mindent gyakorlatilag, amit lehet. Szeretnél ébredést? Szeretnéd, hogy Isten fölépítse ebbe a városba ott belül egy ilyen helyet, ahol imádják az Urat egyre többen? Akkor légy résen, hogy tápláld a lelkedet. Nem igaz az emberek, hogy, és talán most erőset fogok mondani, és még négyen majd kimennek, vagy nyolcan, nem tudom. Elhiszed nekem, hogy nem elég az, hogy csak imádkozol? Nem elég. Van, aki azt fogja neked mondani, hogy csak legyél lelki, csak imádkozz, csak hidd. Nem elég. Tápláld a lelked. Isten odaadta nekünk az igéjét. Végig a Bibliában azt látod. Ne távozzon el tőled ez, és nem, te ne menj el tőle se jobbra, se balra. Tartsd meg, tanuld meg, elmélkedj róla. Legyen ott. Tápláld, legyél résen, mert nem tudod, hogy mi jön. Nem tudod, hogy holnap mi lesz, igaz? Jézus azt mondta, hogy úgy várjatok engem, hogy legyetek résen, mert nem tudjátok, hogy mikor jön ez az utolsó nap. Legyetek résen. És én ezt látom itt. Ha mi építeni akarjuk ezt a falat, ha építeni akarjuk Isten országát, ott kell lennünk. Nem szabad csak elengedni, hogy mindegy, én engem nem érdekel annyira, most nem olvastam, nem járok gyülekezetben, nem ez, mindegy. Nem mindegy. Nem mindegy. Higgyétek el nekem. Következő taktikája Sátánnak. És szerintem ez a legsikeresebb. A nyilvános hazugság. A nyilvános hazugság. 10. versben, 4. részben ezt olvasod. És ezt mondták a zsidók. Fogytán van ereje a teherhordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. A Sátán, amikor látja, hogy nem ismered Isten igéjét, akkor ő nyilvánosan fog neked hazudni. Bum. Mert látja, hogy tök mindegy, mit csinál veled, azt csinál veled, amit akar.
Jött ide az emberekhez, és belecsepegtette ezt a szívükbe, hogy nem vagytok képesek. De ez nem volt igaz. Mert 52 nap alatt mégis fölépítették, akkor igaz volt? Nem volt igaz. Ezen a ponton a munkának ez egy hazugság volt. És tudod, hazudni fog a te fejedbe is, amikor odaszánod magad egy lelki életre, a csatára, hogy mennyire, és harcolj azért, hogy Isten országa növekedjen, azt fogja neked mondani, hogy nem vagy képes rá. Mondom én, amikor én tanítok, minden van. Telefon, minden. Egyszer valaki engem fog fölhívni, erre várom már. De elmondom nektek, hogy el sem hiszitek azt, hogy mire vagytok képesek. És ez most nem egy ilyen pszichoduma, tudod, hogy meg tudom csinálni. Nem erről van szó. Tudod miért? Mert benned, azt mondja a Biblia, egy különleges lélek lakik. Benned egy különleges lélek lakik. Isten lelke. És mondok még egyet. Azért, mert Isten a te testednek is az Ura. És ő át tud formálni, képessé tud téged tenni dolgokra. Az a probléma ezzel, hogy hamar elhisszük, hogy nem tudunk keményen imádkozni. Hogy hamar elhisszük, hogy nem tudjuk végigolvasni a Bibliát egy év alatt, mondjuk. Hamar elhisszük, hogy nem fogjuk tudni, nem tudsz fölkelni. Mondjuk ez volt, de ez az én mániám egyébként, bocsássatok meg. Mert nem vagy képes rá. De nem fogod megtudni ezt, nem fogod meglátni Isten erejét, amíg meg nem próbálod. És hihetetlen, hogy Isten mire tud minket képessé tenni, amikor tőle várjuk, hogy Istenem, erősítsd meg a testemet, mert tudom, hogy szükségem van imára, tudom, hogy szükségem van arra, hogy olvassam az igédet, akkor tegyél képessé rá. És Isten képessé tesz. És tudjátok mit? Akkor kezdi el az ember elveszteni az első szeretetét, amikor abba hagyja ezt a két egyszerű dolgot. Hogy imádkozzon rendszeresen, és hogy olvassa Isten igéjét. És legtöbbször ez az ok, hogy nem vagyok képes rá. El vagyok fáradva. Sátán szór egy kis álomport, és viszlát bibliaolvasás, viszlát imádkozás, viszlát Istennel való közösség, mondhatnám. Ez egy harc. A sátán erős ellenfél. Mi vágyunk rá, hogy ébredés legyen, akkor itt van a következő válasz. Szánd oda magad erősen a harcra. Aztán a következő, hogy a sátán megpróbál ilyen, nem tudom, ez most olyan furán fog tőlem hangzani. Még egyszer megütöm. Ez most furán fog tőlem hangzani, de mégis igaz. Hogy megpróbál elvetni egy ilyen hamis szellemiséget, egy ilyen a félelemnek a szellemiséget. Azt olvasod a 11. versben. A mi ellenségeink pedig ezt mondták, ingyen se tudják meg, se ne lássák, míg közéjük bemegyünk, és őket leöljük, és megszüntetjük a munkát. Hogy jött egy ilyen hír, hogy mi majd bemegyünk közétek, és szétvágunk mindenkit, hogy meg fogtok halni, és elkezdenek rettegni. És ennek eredményeképpen a nép elkezd félni, mert így becsöpögtette ezt a sátán, és ez a lelkület is annyira ragadós, a félelemnek a lelkülete. Hogy valakik jönnek, és azt mondják, hogy jaj, mi lesz? Akkor elkezdenek, például érdekes, hogy most ugye Kínával van ez a kis cucc, vagy Koreával, nem tudom. Mi csak így nézzük, mint a teniszmeccset majd, tudod, így Amerika, meg ők, tudod. De tudod, már azonnal mindenki elkezdett a világ végéről beszélni. Nem tudom, hogy eljutott-e hozzá, tehát ennyi. A félelem. Jaj, mi lesz? De mit csinál erre Nehémiás? Mit mond erre Nehémiás nekik? 14. vers. És körültekintvén,
Fölkeltem, és így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. Ne féljetek tőlük. A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért. Milyen jó cél ez, nem? Ez nekem annyira tetszik, hogy így oda jön egy ember, igaz, hogy mindenki ott elkezd rettegni, na jó, nem mindenki, de hogy többen elkezdtek rettegni, és a vezető odaáll, és azt mondja, hogy tehát mindig úgy fúj a szél, úgy képzelem el, William Wallace, kikenve kék, gyönyörű. Ne féljetek tőlük! Az Úrra nézzetek! Tudod, hogy ez jó, nem? Ez nekem legalábbis, mint férfi, lehet, hogy a lányoknak ez ilyen... Tudod, és semmi. De én ilyen vezetőket szeretnék látni, hogy gyerünk, megyünk, tudod, nézzetek az Úrra. Ennyi. Ne féljetek tőlük, sokkal erősebb. Gyerünk, a családodért. A következő jelenet az ez lett volna. Egyébként láttátok a Rettenthetetlent? Ezt a filmet láttátok? Ki az, aki látta? Ó, gyönyörű, gyönyörű. Egyszerűen szeretném ezt megcsinálni, hogy a végén ez van. A véretek folyt Wallace-éval. Folyjon az enyémmel is. És rohannak. És valahogy én ezt látom itt. Ne féljetek tőlük. De nem? Nehémiás bátorítja őket. Nem csinált semmi mást, csak odaállt, és azt mondja, ne oda nézzetek. Kész. Ne nézzetek oda, ide nézzetek. Megyünk a családunkért, a gyerekeinkért. Te miért mész előre? A családodért, a gyerekeidért majd, akik lesznek vagy vannak, hogy ők Jézus dicsérjék. Azért megyünk előre. Gyönyörű. És tudod, szeretem ezeket az embereket, amikor építjük Isten országát, hogy nem ez van, hogy aj, már megint a gonosz, már megint. Érted, hogy így nem jó velük lenni, mert állandóan panaszkodnak. Nem? Szeretem azokat az embereket, akik például na, most Phil, nem azért, mert fú, de Phil rajongó vagyok, én nagyon szeretem a Phil, de ő egy nagyon jó példa ebbe, a pásztorotok. Az én pásztorom, hogy ő soha nem hallom, komolyan mondom azt mondani, hogy jaj, most olyan nehéz. Soha nem hallod. Őt mindig azt hallod, na, hogy vagy? Tök jó, minden rendben van, tudod. És egy idő után így elkezdtem kételkedni, hogy így, tényleg minden rendben van. Igazából minden rendben van, mert a szívében minden rendben van. Biztos nincs minden rendben állandóan körülötte, de ő rendben van. És ő jól akar vezetni. És ez egy jó példa, hogy megyünk előre, nézzetek az Úrra. Te melyik oldalon akarsz állni ebbe? Melyik vagy a panaszkodós? Mert akkor hagyd abba. Hagyd abba. Legyél olyan vezető, aki bátorít másokat. Nem tudom, közben így kérdezem, hogy megérkezett már a csapat? Itt vagytok? Jó, akkor mindjárt befejezem. Oké. Okay. Annyira szeretem, szeretek ilyen emberekkel lenni, és szeretem, amikor én ilyen vagyok, ilyen bátorító, és hogyha te szeretnéd, hogy ébredés legyen, akkor legyél bátorító, mert sokszor ez olyan sokat segít, hogy valakit bátorítasz, csak egy szóval, tudod, hogy nézzetek Istenre, gyerünk, harcolunk, harcoljatok. Aztán ezt olvassuk, tényleg nincs sok már, jó? Bírjátok még? Mert akik nem bírták, már elmentek. Tök jó. Oké, csak nagy feladatom van, több igerész. 16-tól 18-ig a negyedik részben. De azon naptól fogva a legényeim egyik része munkálkodott, a másik része pedig tartotta a dárdákat, pajzsokat, kézíveket és páncélokat. És a fejedelmek ott álltak az egész Júda háznépe mögött. A kőfalon munkálkodók közül a tehernek hordói egyik kezükkel, amely a munkát végezte, rakottak, a másik kezük pedig a fegyvert tartotta. Gyönyörű, ilyen. Akik pedig építettek, azoknak a fegyverük derekukra volt felkötve, és így építettek. A trombitás pedig mellettem állt.
amikor azon gondolkoztam, hogy csináljuk ezt a Nehémiás sztorit, akkor az volt a képben, nem, hogyha akarok ennek az órának egy képet csinálni, hogy ez lesz a weboldalon fönt, akkor olyan jó lenne egy olyan embert, ami így félbe van vágva, és az egyik oldala az egy ilyen kommandós katona, a másik meg egy ilyen, másik kezében egy ilyen malteros lapát van, és így csöpög róla, hogy valahogy ezek vagyunk, ez az új Nehémiás, érted, hogy ezek vagyunk mi, és ez olyan jó, hogy néha nem így érzed magad, hogy így szétszakadnál, hogy lelki, vagy fizikai, vagy mi legyen most, és a válasz az, hogy igen. Az egyik kezemmel csinálom ezt keményen, és a másik kezemmel csinálom a másikat keményen. Hát tudod ezt képzelni? És ez engem bátorít, hogy nincs semmi baj, nem kell választani. Itt vagyunk a világban. Jézus ide hívott minket, hogy építsük ezt a falat. Jó helyen vagy, amikor ezt érzed. És tegyed, és melózzál. Azt mondja, a legényeim innentől kezdve ezt csinálták. Egyik kezükben az volt, a másik kezükben, egyik kezükkel a kardot, és a másik kezükkel dolgoztak. Érted, hogy ez egy jó képe. Készen a harcra is közben dolgozni keményen. Tudjátok, ne sokáig gondolkozzatok, hogy akartok-e harcolni, meg dolgozni. Mert nem tudom, hogy nektek mondtam-e már, hogyha mondtam, akkor elnézést, jó? Biztos fogsz olyat hallani, amit már mondtam 100-szor. Tudjátok, hogy hány napja van egy 70 évig élő embernek? Tipp. 30 ezer? Közeli, aha. Vártam valaki azt mondja, millió. 25.550. 25.550 nap. Az nem sok. Az nem sok arra, hogy dolgozzunk. Az nem sok arra, hogy építsünk. Így van? És én ennek már felén már túl vagyok. Az nagyon gáz. És tudod, hogy így nézz erre, hogy igen, most keményen melózunk, aztán majd ott pihenünk majd. De ma lelkeket mentünk. Ma építjük ezt a helyet, ahol Jézus emelik magasra, ahol örök életek születnek. Ne állj meg, csak azért, mert nehéz. Valakivel beszélgettem, és azt mondta, hogy mi a határa, mert én ugye dolgozok itt, és akkor közben meg annyira vágyok arra, hogy a lelki dolgokat tegyem. Mi a határ? Hogy osszam be? És azt mondtam neki is, hogy igen. Amikor ott vagy, akkor legyél ott, amikor itt vagy, akkor legyél itt. Toljad. Csináljad. És Isten megáldja. Isten megáldja a kezed munkáját. 52 nap alatt fölépítették a teljes várfalat. És az ötödik rész, utolsó gondolatom, jó? Nem megyünk végig. Ugyancsak nem fogunk ebbe belemenni az ötödik részbe, de ugyanúgy, ahogy a harmadiknál is tettük. De röviden a sztori, ami ott van, ne kezdjétek el olvasni, jó? Mert akkor nem figyeltek rám, és akkor fú, de mérges leszek. Nem igaz. Csak figyeljetek ide, röviden a sztori, otthon majd elolvassátok, oké? Okay? Szeretek itt tanítani, mert olyan jó, hogy nem botránkoztok meg rajtam. Vagy ha megbotránkoztok, nem mondjátok legalábbis. Tehát akkor a következő a sztori, hogy akik építettek, ugye ezek az emberek abba hagyták a munkát. A saját munkáikat, a termény betakarítást. Ezért nem tudtak adni az főuraiknak semmit. Ezért, amikor jött a király, hogy adót szedjen, a főurak nem tudtak adni a királynak semmit. Mert ezek több, majdnem 2 hónapig folyamatosan csak ebben foglalkoztak, pont az adózás idején. Akkor mi történik? A főurak, a zsidók elkezdték odaadni a köznépnek a lányait a királynak, hogy hát akkor nem tudunk adózni, nem fizetnek nekünk, mert ezek itt építenek, akkor mi, itt vannak a lányok, vigyétek.
hogy milyen béna dolog a saját embereiknek a lányait odaadják, a saját népüknek a lányait, azért, hogy nekik jó legyen. És itt látod a sátánnak a következő taktikáját. És nem fogom most ezt már jobb fölolvasni, vegyük úgy, hogy elolvastuk. Aki jegyzetel, az írja föl, legyen szíves a Nehémiás 5.9, és a 18 és 19. verset. Nehémiás mit csinál? A saját pénzén visszavásárolta őket, ezeket a lányokat. Onnantól kezdve nem szedte be az adót, ami neki járt volna. Sőt, ő tartotta el azokat az embereket, akik ott voltak. Megvendégelte őket, etette őket, azért, mert annyira fontos volt neki az, hogy Istennek a házában imádat induljon újra, és a falak álljanak, hogy meglegyen a védelem. Gyakorlatilag hagyta, hogy tökéletesen kirabolják. Azért, mert ő akarta, hogy menjen előre ez az építés. Második Korintusban ezt olvasod. 8. rész, 9. verse. Mert ismeritek a mi úrunk, Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ebben az építésben, amiben benne vagyunk, és ha te vágysz arra, hogy ébredés legyen, akkor amikor te szegényé leszel valaki másért, amikor látod az ő szükségét, és betöltöd, mert betudod. És ez nem csak anyagi dolgokat. Lehet, hogy valakinek időre van szüksége a másiktól. Lehet, hogy látod, hogy szüksége lenne ruhára, szüksége lenne ételre, szüksége lenne pénzre, és te be tudod tölteni, akkor töltsd be. Mert ha te szegényé leszel azért, hogy valaki menjen tovább, és építsen, és tegye a dolgát, hogy ő is a munkában maradjon, akkor látod-e, hogy ez egy krisztusi szív? Amikor te megszegényíted magad valamennyire, hogy ő menjen tovább. Olyan sokszor történt velem ez, hogy megláttam a szükséget, és azt mondtam, jó, majd imádkozom érte. És Jézus mondta, nem, te be tudod azt tölteni, azt a szükséget. Jó, majd imádkozom érte. Nem, te be tudod azt tölteni. Van, amit te be tudsz tölteni itt a gyülekezetben, ami a másiknak a szüksége. Akkor ne tartsd vissza, mert ezzel hozzájárulsz ahhoz, hogy ő tovább építsen. Hozzájárulsz ahhoz, ami neked is a vágyad, hogy Isten dicsőítessék. És kérem a csoportot, akkor vonuljatok föl, jó? Ez így jó? Így van ez? Oké, addig még valamit mondok, jó? Látjuk Nehémiás könyvében azt, most rám figyeljetek, ők itt csörögni, zörögni, mindent fognak, rám figyeljetek, mert eddig semmit nem mondtam, most jön a lényeg. Azt látjuk Nehémiás könyvében, mindenki odafigyel. Tehát ez olyan, mint hogyha azt mondtam volna, hogy ne gondolj az eperfagyira. Tehát azt látjuk Nehémiás könyvében, hogy ahhoz, hogy ébredés legyen, kell a kemény munkád. Hogy nem lesz eredmény izzadság nélkül. Hogy így, ha van egy célkitűzésünk, hogy Jézus dicsőítsék körülöttünk, meg így a városunkban, a gyülekezetünkben, és hogy egyre többen jöjjenek, és imádják őt. Ha az a célunk, hogy megtérjenek emberek, akkor így oda kell szánnunk magunkat. Hogy dolgozni kell. És néha úgy, hogy az egyik kezemben a fegyver van, a másik kezemben meg a meló megy, ugye? De dolgozni kell. De ne felejtsétek el azt az igeverset, amivel kezdtem is. A mennyeknek Istene, ő ad jó szerencsét nekünk, és mi, mint az ő szolgái, kelünk föl és építünk. Nektek pedig részetek
és jogotok, és emlékezetetek nincs Jeruzsálembe, azt mondja az ellenfélnek. Mi megyünk, mi építünk, Isten velünk. Ez fontos tudnotok. Úgyhogy elnézést, hogy ilyen hosszú voltam, hosszú volt a rész, de imádkozni fogok most, és dicsőíteni fogunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy te mész előttünk. Köszönöm ezeket az embereket, akiknek volt itt türelme végig ülni, végig hallgatni ezt az üzenetet, és imádkozom azért, hogy eddig csak beszéltünk, most Uram, építsd bele ezt az életünkbe, ezt az üzenetet. Add, hogy ne csak hallgatói legyünk az igédnek, hanem cselekvői legyünk. Uram, imádkozunk azért, hogy így építsd ezt a helyet, építsd a falakat. Mutasd meg nekünk, mi a mi részünk ebben az építésben. Uram, dicsőítsd meg a nevedet Budapesten. Dicsőítsd meg a nevedet ebben a gyülekezetben, rajtunk keresztül, és imádkozom azért, hogy mindenkinek egyenként mutasd meg azt, hogy hol kell munkálkodnia, mi a hely, hol az a hely, ahol munkálkodnia kell, és kérlek, hogy adj nekünk erőt, és adj nekünk, Uram, bátorságot fölállni újra és újra, és menni előre, és dolgozni. És köszönjük, Uram, hogy te mész előttünk. Ments meg lelkeket. Ments meg lelkeket, Uram. Köszönöm neked. Jézus nevében, és mindenki azt mondja, hogy ámen, az Úr áldjon benneteket. Akkor most dicsőíteni fogunk. Hát sziasztok, és köszöntünk mindenkit itt ma este, a vasárnap estén. Mi vagyunk az a zenész csapat, illetve annak egy része, akik Szerbiában voltunk, és összesen egy 50 fős csapattal voltunk lent a hétvégén, a szerbiai gyülekezetben. Egy nagyon áldott utunk volt, és a topolyai Golgota gyülekezet küldi az üdvözletét nektek. És nagyon köszönik az adományaitokat, mi pedig nagyon köszönjük az imáitokat, amiről a Jani beszélt, akár a tanításban most, akár az ellenállásról, akár a csodálatos dolgoknak a megéléséről, erről sokat tudnám most nektek mesélni és beszélni, és valamilyen formában biztosan lesz erről egy beszámoló. Úgyhogy igazából mi voltunk ott, de azt gondolom, hogy az imáitokkal, az adományaitokkal ti is ennek a részesei lehettek, és mint gyülekezet ott voltunk. Tegnap este egy hát nem utcai, de a gyülekezetnek az udvarán lévő evangelizációs estét tartottunk, ahol kint dicsőítettünk, és az evangéliumot hallhatták, akik eljöttek. És most ebből hoztunk nektek egy kis szeletet. Szeretnék imádkozni, és kérlek, hogy csatlakozzatok majd be a dicsőítésbe, álljatok fel, vagy maradjatok ülve. Mennyei Atyám, köszönöm neked a te szeretetedet, a hatalmadat. Azt, hogyha odaadjuk neked az életünket, akkor valami csodálatosat teszel vele, hogyha így kis magként elhalunk, akkor te meg sokszorozod a mi életünket, és felhasználod, és valami nagy dolgot teszel vele. Köszönöm a hétvégénket, az áldásaidat, hogy megélhettük azt, hogy milyen az, amikor imádkozunk, és előttünk mész, és milyen az, amikor ellenállásba ütközünk, és milyen az, amikor megáldasz, és láthatjuk azt, hogy te mekkora vagy. Kérlek, hogy vigyük ma magunkkal a Janinak az üzenetét, és azt, hogy te mekkora hatalmas vagy, és ezt a személyes életünkben hadd élhessük át. Hadd nőjön a bizalmunk felét, hadd gyarapodjon az ismeretünk is, és az alárendeltségünk feléd.
Amen. Dicsőítsünk. Milyen szavak mondhatnák el az Isten szerelmét? Micsoda képpel festetnénk le, amit érez felé? Istenem, ha minden dal a földön minden könyve rólad szólna, nem tudnál leírni szívedet. Amíg élek, amíg lélegzek, neked éneklek, mert megmentettél. És amíg száz évig járnám a földet, nem és nem üres beszéd. Ez a szeretet csak egy helyről árad, az Atyától felé. Istenem, ha minden dal a földön rólad, Istenem, nem felejtem el, amit értem te.
amit értem tettél. Nem felejtem el, mibe került ez neked. Nem felejtem el, hogy véletlen most áll meg. Yeah.
világ olyan, mint a cél, amiért mindent megteszel, és ha kell, eladom mindenet, hogy a tiéd legyen. A mennyek ország az orvosság, amit régen keresel, az egyetlen tényleg hatásos szem, nagyon meg.
kezet. Jézus elvette minden bűnömet. Nincsen már több tartozás, vére tisztított meg. Ó, áldom őt, ki megváltott, és a halálból kihozott. Ó, áldom őt, ki megváltott, és a
Segíts nekünk, hogy valóban tudjunk radikálisan érted élni, hogy tudjunk felállni, és tudjuk megtenni azokat a lépéseket, amelyek rajtunk múlnak, Uram. Kérlek, hogy hozz minket közelebb hozzád, és kérlek, hogy taníts minket aktív keresztényeknek lenni. Amen. Köszönjük, hogy itt voltatok ma este. Márkék szerintem megérdemelnek még egy tapsot, mert körülbelül a buszról jöttek fel a színpadra. Ne feledjétek, mindjárt elengedlek titeket, de Jákim stúdiójegyek vannak az előtérben, és jelentkezzetek a vasárnap estének a tavaszi konferenciájára, és nem tudom, hogy ki volt itt múlt héten, hányan voltak itt múlt héten. Szeretném nektek én személyesen megköszönni a családom nevében, hogy imádkoztatok a feleségem édesanyjáért. Hosszú távon még nem tudjuk, hogy mi lesz, de a műtét sikeres volt. Reggel így műtötték, de javul az állapota, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy gondoltatok ránk, úgyhogy legyetek ezért áldottak, és köszönjük szépen, és nagyon jó hetet kívánunk nektek.